A köztársasági művelődési minisztérium változtatott a korábbi álláspontján azt követően, hogy február 14-én Maja Gojkovics művelődési miniszterrel tárgyaltak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei. Az új jogértelmezés szerint 14 év után teljes egészében sikerült összhangba hozni a kultúráról szóló jogszabályt a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel. Átmeneti jelleggel már megoldódott a probléma, ugyanis március 14-én a Művelődési Minisztérium kiadott egy jogi értelmezést, amelynek értelmében már most is a törvénymódosítás befejeztét megelőzően úgy kell értelmezni a kultúráról szóló törvényt, hogy azon intézmények esetében, amelyeket több nemzeti tanács nyilvánított kiemelt jelentőségűvé, az összes nemzeti tanács kinevezhet egy-egy tagot ezeknek az intézményeknek az igazgatóbizottságába. Ez azt jelenti, hogy sikerült kimozdítani ezt a hatalmas problémát a holdpontról. Az új Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta már 4 rendes ülésen van túl. Azóta új stratégiák kidolgozása van folyamatban. Az MNT az önkormányzatokkal is jó kapcsolatokra törekszik. Első alkalommal a szabadkai városvezetéshez látogatott. Fontos az, hogy az elkövetkezendő időszakban úgy tűnik, hogy itt az óvodai hálózat kapcsán is történnek előrelépések, és mi a Magyar Nemzeti Tanács ülésén tudjuk majd támogatni ezt az új hálózatot, amely ott van nálunk, amely előttünk áll. Illetve nagyon fontos az, hogy minden kiemelt jelentőségű intézmény mellett az elkövetkezendő ülésen a kortárs galériát tervezzük kiemelt jelentőségű intézményé nyilvánítani. Azt hiszem, hogy ennek sem lesz semmilyen akadálya. Ez egy fontos intézmény számunkra. Az új Magyar Nemzeti Tanács további önkormányzatokba is ellátogat. A tervek között szerepel, hogy egyeztessenek az óbecsai és kishegyesi vezetéssel is.